estét kívánok! Majdnem három évig, 1998-tól 2001-ig gyakorlatilag naponta hallottuk a nevét egy eltűnt kislánynak, akit nem túlzás, az egész ország keresett. A gyulai kislány eltűnésének lehetséges körülményeiről naponta hallottunk a híradásokban, és bíztunk, azt hiszem mondhatom így, hiszen mindnyájan bíztuk benne, hogy nem keresik hiába, mert él még valahol. Aztán megtalálták, de már csak a csontjait. Az ott lakók már tudják, hogy bizony nem csak a filmekben és a tévében fordulhat elő hasonló kisváros, úgyhogy őket is érinti, ami Szatmári Nikolettel történt. És azóta Gyulán, ha voltak is, már senkinek nincsenek illúziói. Azon a szerdai napon ugyanúgy, ahogy mindig, Niki reggel elment iskolába. Akkor nem volt hó, enyhe volt az idő, és Niki büszkén ment, mint egy nagy lány, akkor már negyedik hónapja egyedül, hátán a sárga hátizsákkal. A hatodik órája után néptáncórára ment, mert hogy szerdánként oda járt az iskola közelébe a művelődési házba. Négy óra előtt pár perccel végzett, és indult haza, ugyanúgy az iskola előtt. A szemközti ABC-nél még látták. Akkor utoljára. Aztán eltűnt nyom nélkül. A születési értesítőn is láthatják, 90-ben éppen 7,5 éve született Szatmári Nikolett Edit. Azért Edit is, mert előtte 10 évvel már született a családban egy kislány, aki egy órát él csak. Az ő emlékére kapta Niki a második nevét. A kislány sokáig szopta az ujját, ezért a néptánc mellett logopédushoz is járt, hogy tisztábban ejtse az R-eket és S-eket. Azt mondogatta, hogy ha nagy lesz, vadkacsa szakra szeretne főiskolára járni. Valószínű, hogy azért mondta ezt, mert az apukája többször elvitte kacsavadászatra. Nikinek van két nála idősebb fiú testvére, talán ezért barátkozott az iskolában is inkább fiúkkal. Az osztályba járt legjobb barátja is, Zoli. Iskolából elsúsztam, ismerkedtünk össze. És akkor jöttünk össze így, hogy is mondjam, rokon lelkek voltunk. Jó, megértettük egymást. Ahogy a gyerekek hívták, Kati néni mindig elégedett volt Nikivel, annak ellenére, hogy a cserfes kislánynak nem csak a tananyagról volt véleménye. Kati néni egyébként szívesen mesélt Nikiről, de csak délután, nehogy a gyerekek meghallják és felzaklassa őket. Nagyon szeretett rajzolni, imádta a különböző éles színeket, ami nagyon föltűnt nekem, hatalmas alakokat rajzolt a rajzlapra, és különösen az állatokat kedvelte. Én tanítottam neki a rajzot, és talán ez volt az egyetlen tevékenység, amiben annyira elmerült, hogy megszűnt számára a környező világ, és ő abban élte ki a gondolatait, gondolom a vágyait. Niki szabályosan rajongott a dínókért, ügyesen és sokat rajzolt. A néptánc órákra Niki vele egykorú gyerekekkel járt, ide Horváth Péterhez. Itt is szívesen barátkozott, nem csak iskolatársaival. Közel egy fél évig tanítottam néptáncra, és úgy ismertem meg, hogy egy rendkívül kedves lány volt ő, és nagyon visszahúzódó, de ugyanakkor semmiképpen nem olyannak ismertem meg, hogy az emberekkel ne teremtsen könnyű kapcsolatot. Ez az a néptánc csoport, ahová Niki járna. Ezekkel a gyerekekkel kezdte, és most valószínű, hogy együtt készülnének a következő fellépésre. Jeanette ott a kockás blúzban egyszerre kezdett táncolni Nikivel. Ő is elsős volt akkor. Olyan aranyos, barátságos volt. Sokat beszélgetett anyukámmal, amikor nem táncoltunk. Mészárosné Mária Szatmáriék szembeszomszédja volt akkoriban. A kislány eltűnése után többek között azért költözött el Gyuláról a családjával, mert nagyon megviselte, ami Nikivel történt, és féltette hasonlókorú gyerekeit. Niki is az a fajta rendre nevelt gyerek volt, aki
Aki nem ment el otthonról úgy, hogy ne tudják, hogy hol van. Ha játszani ment, ha bárhova ment, mindig leírta, hogy ide mentem, ekkor jövök. Tehát nem volt egy felelőtlen gyerek, aki csak úgy elkóborol. Ezek a felvételek nem sokkal korábban, amíg óvodás Mikiről készültek. A család legféltettebb kincsei ezek, a magnószalagokkal együtt, Miki hangjával. Nem járt, ha meddig emeheted, itt van a bemeted, itt van a született. Ura, ura, anyuka, kérem, Tomika kell. Tomika nélkül nem adom el. Tomi a szába, hívj a szádba, anyuka, kérem, Tomika kell. Kedő szélen házikó, ablakában nagyanyó, nem egy nyuszi a trabak, az ajtaján bekopak. Kérlek, segíts én rajtam, a vadász a nyomomban. Gyere, nyuszi, sose félj, megleszünk mi kettecskén. Ez pedig már az utolsó felvétel Nikiről. A nagyszülők házassági évfordulóján készült kedvenc ruhájában, alig néhány hónappal azelőtt, hogy eltűnt. Gyulán, a Budapest körúton, ugyanabban a házban, amiben akkor lakik most is Niki édesanyja. Nem is lehet talán összeszámolni, hányan jártak már nála azért, hogy Nikiről vagy az eltűnéséről beszélgessenek vele, bár amióta eltemették a kislányt, kevesebben vigasztalják. Jó napot kívánok, Máté Krisztina vagyok. Köszönöm szépen. Tessék bejönni, ez volt a lányok szobája. Köszönöm szépen, mutass az utat, jó? Jó, jó, köszönöm szépen. Jobb lesz. Tessék ide leülni. Köszönöm szépen. De tele van. Ez még a Niki gyűjteménye, vagy azóta lettek ezek a puskák? Nem, ez mind a Nikié. Ez mind ő kapta. Volt, amit ő választott, volt, amit csak úgy kapott. Gyűjtötte őket? Na, igen, igen, ezekkel szeretett játszani. És melyik volt a kedvenc? Ő Dinók. És az hol van? Ő van, ott az a nagy is. Itt. Ez? Az is, igen. És ez volt a kedvenc? És volt még egy másik, egy műanyag, amelyiket igazából eltemettük vele. Ez a komoly gyűjtemény Niki tulajdona. Most is ugyanott van minden, ugyanúgy, mintha még hazavárnák. A lakásban mindenütt Niki fotója, mintha az anyukája egy pillanatra sem akarna nélküle maradni. Ugyanezt láttuk a nagyszülőknél is. Ez már az ő gyűjteményük. Képzeljék, még most is megveszik Nikinek a csoki Mikulást és csoki nyuszikat, mintha abban bíznának, hogy Niki bármikor meglátogathatja őket. Hát biztos ezerszer elmondta már, hogy mi minden jó tulajdonsága volt Nikinek. De volt-e rossz? Mi volt a rossz? Hát végül is az, hogy amit ő akart, azt véghez vitte. Akaratos kislány volt? Olyan szempontból igen. Tehát addig toporzékolt, vagy valamit, hogy amit ő akart, azt elérte. Mennyire volt Niki önálló? Közel vannak a boltok, oda lement vásárolni. Az óvoda is nagyon közel van, onnan már nagy csoportos korában egyedül jött haza. Volt kulcsa, de legtöbbször volt itthon valaki. Iskolából is, ha nem értem oda, tehát volt egy olyan megbeszélt jel, hogyha benn vagyok az ABC-be, kint van a bicikli, akkor bejön, vagy megvár kint, de ha nincs, akkor elindul haza. Végül is egy párszor megcsináltuk azt, hogy ő eljött, én jöttem utána, tehát figyeltem, hogy reagál a dolgokra, de mindig megbízható volt. Biztosan ezerszer elképzelte már, és biztos végig gondolta, hogy vajon amikor leszólította az illető Nikit, akkor arra ő hogy reagálhatott? Ha valaki hozzászólt, akkor ő válaszolt mindenkinek. Tehát nem volt semmiféle ellen, nem, az idegenekkel? Nem, főleg, hogyha még azt mondta neki, hogy én küldtem, vagy gyere, mutasd meg ezt, vagy azt, akkor biztos, hogy szóba állt vele. Sosem mondta neki, hogy ne állj szóba idegenekkel? De. Vigyázz a cukros bácsikkal? De hát néztük a Csellengők műsorát is, és ő kérdezte is, hogy miért keresik ezeket a gyerekeket, vagy felnőtteket. Mondtam neki, hogy vannak rossz emberek, akik elvihetnek. De valahogy nem érezte azt, hogy őt valaki is bánthatja. Oh.
Niki tehát 5 éve, 1998. január 14-én tűnt el. Segítek visszaemlékezni. Aznap követelte az MDF először, hogy a Xenia Láz Egyesület számoljon el a közpénzekkel, mielőtt megszűnne. Akkor 15. napja éhségsztrájkolt a tatabányai brikettgyár egyik dolgozója Királyné, hogy megkapják elmaradt 3 havi bérüket. Aznaptól elérhető az interneten az adóbevallás készítő program, és éppen aznap alapított pártot Belgiumban a gyerekgyilkos Marc Dutroux egyik áldozatának édesapja. És azon a január 14-én kivételesen meleg volt az országban. Gyulán napközben 10, este 6 fok. 5 év után megkerestünk mindenkit, aki aznap még találkozhatott Nikivel. Ezen a táblán gyakorolta a matematikát Niki azelőtt este, hogy eltűnt. Ezt még tényleg ő írta. 5 éve nem törölte le senki. Akkor éjszaka itt a nagyszülőknél gyűlt össze ugyanígy a család a konyhában. Niki keresztanyja aznap reggel még találkozott vele. Aznap reggel, amikor eltűnt, akkor dolgoztam, és bejöttek Edittel, vettek reggelit, és még boldogan elmesélte, hogy fogorvosnál voltak előtt, és hogy bátran viselkedett, még matricát is kapott, nagyon kis lelkes volt, annyira boldoggá tette ez az élmény, hogy megdicsérték, és hogy bátran viselkedett ott a fogorvosnál. Úgyhogy aznap reggel még találkoztunk. Aznap az iskolában nem vett észre senki semmit. Sem az órákon, sem a szünetben nem történt semmi rendkívüli. Egyáltalán nem volt félős, félén kislány. Tehát bárki bármivel megkereshette, kérhette a segítségét, ő mindig szívesen megtett mindent. És gyanakodás nélkül. Tehát ő egy végtelenül ártatlan és kiszolgáltatott volt ilyen szempontból. Zoli, a legjobb barát dínósat játszott Nikivel az utolsó napon is, ahogy akkoriban mindig szokott. Niki hozott egy ilyen dinoszauruszos könyvet. Szeretünk nagyon a dinoszauruszokat. Ezeket nézegettük egészen nagy szünetbe. Hát előtte megebédeltünk. Majd jött a korrepetáló úr, felkészítő úr, Matek úr. Aztán pedig mentünk haza. Az úton. Nikinek néptáncra kellett menni, én pedig mentem haza. És ott váltunk el, és ott láttam utoljára. Többször kijöttem és néztem, hogy jön-e már haza. Az volt a megbeszélt jelünk, mikor ő lent volt játszani, hogy volt neki egy kis rózsaszín takarója, azt ide kiraktam a rácsra, és akkor ő tudta, hogy neki fel kell jönnie. Már aznap este tehát, ahogy szokták mondani, nagy erőkkel indult meg a nyomozás. Minél többen hallották a hírt, annál többen estek kétségbe. Másnap már minden gyereket a szülei hoztak el az iskolából, és a mindenki számára addig biztonságosnak tűnő Gyulán egyetlen gyerek sem volt, aki az azt követő hónapokban az utcán egyedül lófrálhatott volna. Szatmáriék pedig egyre elkeseredettebben keresték Nikit. Rengeteg játékfilmet néztek meg eltűnt gyerekekről, elolvastak minden ezzel kapcsolatos irodalmat, és meghallgattak minden elképzelést, csak hogy módszereket, ötleteket gyűjtsenek a kereséséhez. Az egész város kereste Nikit. Nem csak a család, egész Gyula hit abban, hogyha keresik, megtalálják élve. Zoli anyukája, Márta úgy kereste Nikit, mintha a saját gyerekét kereste volna. Ő segített a legtöbbet a családnak, és ő tartotta a legtovább a lelket Niki anyukájában is. Hihetetlen volt, hogy nem itt történik, nem velünk történik, nem olyan gyerekkel, aki naponta itt járkál. Tehát nem is tudom. Tehetetlenség. Az volt a legfőbb érzés. A rendőrök is felforgatták a város minden elképzelhető szegletét. A legkézenfekvőbb és a legelhagyatottabb részeken is keresték. Nem számított a munkaidő, a beosztás, a szabadság. Aki csak tudott, ment keresni éjjel-nappal, hónapokig. Csak a lakótelep környékén, ahol Niki lakott, 9000 embert kérdeztek meg. Mindenki hitte, hogy a közelben lehet, és nem lehetett tudni, hogy kimond valami apróságot, ami nyomra vezet. A speciális mentők és mancs egy hét múlva bekapcsolódtak a keresésbe, de sokak szerint addigra már túl későn, mert kihűltek a nyomok. Alt Sándor, a család barátja volt az egyik önkéntes, aki szervezte a kutyás felderítést, és persze ő is mindent megtett a sikerért. Hiába.
mindjárt az első helyszínük, ahol keresést folytattak, ez a temető volt. Ez a németvárosi temető, ez a Szatmári Editték lakásától körülbelül egy olyan 1000 méterre van. Itt a kis élővíz csatorna mellett el lehet sétálni, elcsalhatta az illető a kislányt is, behozhatta ide a temetőbe is, és itt késő este már senki nem jár. Nem nagyon látogatják ezt a temetőt. A fővárosból egy 30 fős rendőr különítmény is érkezett. A sokadik igazoltatásra már senki sem tudta, hogy ki lehetett és ki nem gyanús. Volt olyan kisgyerek, aki a sokadik kérdés és a sokadik idegen kérdezősködés után már az asztal alá bújt, a padja alá bújt, mert egyszerűen nem tudta, hogy ő tőle mit akarnak az emberek, mert már azt se tudta, hogy ma milyen nap van, azt se tudta már, hogy hány napja látta a Nikit, és őt még mindig faggatták. Ez az a térkép, amin bejelölték a rendőrök, hogy mely területeket fésülték át. A sárga foltok már alig látszanak. 5 év alatt megfakult a térkép, de még így is fennlóg a rendőrség falán. És ezek már az újságcikkek. Több kiló. Biztos önöknek is ismerős egyik másik, mivel néhány hét múlva már az ország minden pontján keresték a kislányt. Ahogy telt múlt az idő és nem került elő Niki, napról napra nagyobb lett a pánik. Gyerekkereskedelemről és szatírokról, de leginkább kegyetlen gyilkosról beszélt egyre inkább mindenki. Akkor tudatosult az emberbe az, hogy nem csak nálunk is történhetett volna akár ugyanez a tragédia. Féltünk is egyrészt, meg hát a gyerekek azok borzasztóan meg voltak ijedve. Hát utána szerintem pánikszerűen ott a környéken mindenki kísérgette a gyerekét iskolába ide-oda-amoda, mert ugye megijedtünk, ez az igazság. Persze voltak, akik Niki anyukáját vádolták felelőtlenséggel, mert nem ért oda időben Nikiért a néptáncra. Mások védelmükbe vették, mert egy gyerekeit egyedül nevelő anya helyzete azért nem ilyen egyszerű. Ez még a maradék azokból a gyufás dobozokból, amelyekre felkerült Niki fényképe. Talán emlékeznek, üdítőital címkét is gyártottak a kislány fotójával, és volt olyan vállalkozó, nem is egy, aki Csernik úrhoz hasonlóan több ezer plakátot nyomtatott ki saját költségén. Nem tudom már mutatni egy igazi eredeti plakátot, mert mind kilett plakátolva, ez a kettő, megvan az filmje, és egy ilyen kópia róla. Gyakorlatilag, vagy annak idején egy kék színnel, úgy emlékszem, kék színnel nyomta, egy kék színű plakát volt, elég feltűnő kékkel, hogy észrevehessem és látni lehessen messziről. Nem sokára az a hír járta, hogy emberrablók kezébe került Niki. A Békés megyei újság a keresés minden részletéről beszámolt, és a főszerkesztő nyílt levelet is megjelentetett a gyerekrablókhoz. Több verzió forgott akkor közkézen a városban. Az egyik tekintettel arra, hogy egy gyermeklányról volt szó, nyilvánvaló az, hogy egy pedofil személy vihette el. Én ezt valószínűsítettem. Ha a kislányt elvitték a városból, akkor nyilvánvaló, hogy nem érhetett célba az én írásom, de ha itt volt az a személy, vagy itt van, mert feltételezésem szerint ma is itt él a városban, aki Nikolettet elvitte, akkor abban reménykedtem, hogy célba fog találni. Niki felkerült arra a plakátra is, amelyet az Interpol készít minden évben a világ 12 legkeresettebb eltűnt gyerekéről. Külföldön is keresték tehát, de hiába. Nem tudom, hogy történhetett, hogy nem tudtunk egyáltalán nyomra. Hát mondjuk lehet, hogy mi is hibásak vagyunk abban, hogy először élve kerestük a kislányt, ugye? Sajnos, ez van. De hát olyan sok mindent megcsináltunk, hogy ez. Nem hiszem, hogy Magyarországon többet tudtak volna nyújtani keresésbe, mint mi ez a család csinál. Amit csak létezik, mindent megmozgattunk. 2 évvel Niki eltűnése után a család még emléksétát szervezett, amihez vagy 100-an csatlakoztak Gyulán. A kislány fényképét vitték magukkal, hogy figyelmeztessék az embereket, velük is megtörténhet.
Aztán jött egy bejelentés, ami mindent megváltoztatott. Itt az élővíz csatorna partján, alig 1 kilométerre onnan, ahol Niki lakott, találtak valamit. Csontokat. Gyerekcsontokat. Aztán 2001 áprilisában ugyanezzel a kis teherautóval érkeztek a csatorna tisztítók, hogy összeszedjék a nádvágók után a szemetet. Az egykori ártéren csak a véletlenem múlott, hogy nem hagyták ott pont azt a zsákot. Akkor még senki nem merte biztosan állítani, hogy Niki holtteste van a zsákban, de már a bizonyítékok előtt emlékhelyé vált az a terület. Fűzfát is ültettek abba a mélyedésbe, és a képét is oda tették mellé. Úgy szóltam rájuk, hogy hát gyerekik, azt a zsákot ne hagyjátok ott. És azt mondja, hogy hát nem bír vele, mert tele van iszapolóban. A zsákot így megpróbáltam fölfeszegetni villával. Megszakadt egy kicsit a zsák, amikor felszakadt a zsák, akkor megláttam a kisgyerek fejet benne. Szóval utána szóltam a sofőrömnek, hogy valami probléma van, itt nem stimmel valami. Gyanítottuk, hogy a kislányról van szó, a Nikiről, mert eleve már le volt írva, hogy körülbelül milyen volt a ruházata. És mi meg láttuk, még ha koszosan is, azokat a kis mintázoknikat már. Azt vettük ruházatba, legelőször azt vettük észre. Ebben a rejtélyes ügyben is kértük Klára és András segítségét, nem csak azért, mert egészen más szempontjaik és módszereik vannak, hanem azért is, mert nem véletlenül kérik az ő segítségüket titokban a rendőrök, nem véletlenül használják a NASA-nál vagy az FBI-nál az ilyen kivételes képességű emberek intuícióit. Nézzük, ők mire jutnak Niki eltűnésével kapcsolatban. Klára azt kérte, hogy legelőször hadd mehessen el Niki szobájába, és feltétlenül legyen ott a kislány édesanyja is. Szatnagy Sándor, tessék bejönni. Tüzetesen átnézett mindent, több órát töltött ott, aztán mégsem mondott semmit. András mindenképpen egyedül akart lenni Niki emlékével a szobájában, az édesanyja nélkül. Jó napot kívánok! Viszontlátásra! Szabnál is van! Tessék meg! Szeretnék egy pár percet belenni egyedül a szobába. Jó? Köszönöm szépen! Minden fotóval és tárgyal eltöltött több-kevesebb időt. Még azt a dobozt is kinyitotta, amire Niki anyukája a legjobban vigyáz, mert a kislány csontjaiból van benne néhány darab. Azt 100%-ra tudom mondani, hogy nem él már a kislány, tehát ez tényleg az ő csontdarabja, őt találták meg. Ezen a bizonyos helyen nem rabolták el, tehát nem egy ilyen emberkereskedelem, ahogy szokták manapság a gyerekeket eladni, nem erről van szó. És azt tudom még nagyon biztosan megmondani, hogy aznap meg is halt. Tehát ez a csontdarabban benne van, hogy nem tartották fogva sehol. Majdnem 95%, hogy aznap meghalt, de ezt a helyszínen jobban meg tudom mondani. Nagyon erősen érezni azt, hogy ismerte ezt az illetőt ugyan, maximum köszönő viszonyban volt, ez egy olyan 25 év körüli férfi lehet. Valószínű, hogy akkor ezen a környéken vagy itt lakott, vagy itt dolgozott. Azóta már nem érzem itt a környéken, hogy itt lakna, már nem él itt. De talán még azt el lehet mondani erről a férfiról, hogy nincs családja. Hogy mi minden derült még ki Szatmári Nikolett eltűnésével kapcsolatban, és hogy mire jutottunk a rengeteg információval, kiderül a reklám után. Ott tartunk tehát, hogy 1998. január 14-én eltűnt a 8 éves Szatmári Nikolett nyom nélkül, és 3 évig senki nem is sejtette, hogy hova lett, pedig az egész ország kereste.
A magas jutalom ellenére csak rengeteg téves információ érkezett a rendőrökhöz, és jó szándékú, bár félrevezető segítő a szülőkhöz, mire 2001-ben megtalálták azokat a gyerekcsontokat, amelyekről még hónapokig nem merte senki biztosan kimondani, hogy Niki csontjait találták meg a csatornamunkások a gyulai élővízcsatorna partján a Nádasban. Ez az ország legfelszereltebb laboratóriuma. Itt végezték a DNS vizsgálatot, hogy kiderüljön, a csatornaparton talált csontok valóban Niki maradványai. A vizsgálat több hétig tartott, Pádás Zsolt vezette, és ez volt az első ilyen jellegű vizsgálat Magyarországon. Kaptunk egy csöves csontdarabot, illetve két személy összehasonlító mintáját, és a szakértői feladat az volt, hogy állapítsuk meg, hogy a kapott csontminta lehet-e az összehasonlító mintaként beküldött személyek természetes biológiai leszármazottja, azaz gyermeke. A vizsgálataink bizonyossággal határos valószínűséggel támasztották alá azt a feltételezést, hogy a biológiai maradványok, azaz a csont minták Szatmári Nikolettől származhatnak. A temetést 3 hónappal azután, hogy meglettek a csontok, 2001. júliusában tartották. Akkor már biztos volt, hogy Nikit temetik, még ha sokan nem is akarták elhinni, hogy az évekig tartó keresés hiába való volt. Akkor látta az ember ezt a pici fehér koporsót, és úgy gondolkozott rajta, hogy Istenem, itt meg nem tettünk érte. De nem érzem hiába valónak. El lehet hinni nyakhat? Nem. Én még mindig nem hiszem el. Bennem az a nap van bennem, amikor ő elment reggel, ott hagytam az iskolába, és néha úgy várom, hogy mikor érkezik már haza. De az csak a szívével. Igen, tehát felfogtam én, hogy nincs. Meg, hogy eltemettük, de igazából nem érzem azt, hogy nincs. A családban most is van, aki nem hiszi el, ami Nikivel történt. A nagyszülők sem. Itt a családban mindenki úgy van vele, hogy még mindig nem akarjuk elhinni. Nem akarjuk 5 év után elhinni. Hogy nem ő temettük el. Mindenki. Megadtuk neki a tiszteletet, ha Nikikém volt, de mintha nem éreznénk magunknak azt a kis halottat. Szoktunk vele álmodni is. Felébredek arra, hogy nyúlok, ott áll előttem, hosszú hajával, és hívom, gyere, és mindig távolodik hátrább, hátrébb. Úgyhogy ez már nem az első eset volt. Niki édesanyja azóta is újra meg újra végigjárja Niki útvonalát. Rajzol, számol, hát ha valami apróságról eszébe jut valami. Én ebből az irányból érkeztem, 4 óra 5 perckor indultam el, egy helyen voltam takarítani. Itt megálltam, és úgy gondoltam, hogy Nikit, hogyha 4 órakor engedik ki a néptáncról, körülbelül ide kell érni. Benéztem itt ebbe az utcába, nem láttam jönni, viszont egy lila kis kabátba láttam valakit elmenni, ezért felültem a biciklire, és elindultam utána. Na most mi ezt egy papíron összegeztük, hogy körülbelül mennyi idő telhetett el. Itt minden le van rajta rajzolva, de valahogy nem igazából jöttek össze az időpontok. Végül is az derült ki, hogy Nikit hamarabb engedték ki a néptáncról, és emiatt ő már én előttem elmehetett ezen az úton. Az asszony még hipnózisnak is alávetette magát, hát ha a tudatalatti állapot segít kideríteni, mi hogyan történhetett. A vizsgálatot Agárdi Tamás végezte. Edith egy közepesen mély hipnózist élt át, és hipnózisban végigjárta még egyszer azt az útvonalat, ahol ő akkor az események időpontjában élőben kereste a kislányát, és próbáltunk minden olyan
mellékesnek tűnő körülményt is földeríteni, amire ő éber állapotban már nem emlékezett, hipnózisban viszont nagyon sok plusz élmény jött elő. A hipnózisbeli élményfeltárásnak a végén, tehát van nagyon sok információ, például egy szakállas arc, például egy tó, a víz többször előjött Edithnek a hipnózisbeli élményeiben, de ezt mi nem tudjuk értékelni, ezt a nyomozóhatóság tudja értékelni, hogy szakállas arc van ennek jelentősége, hiszen a hipnotizőr nem tudhatja, hogy ez mit jelent. Ez ebben az ügyben elmaradt. Ahogy az minden olyan esetben, amikor magyarázhatatlan vagy elviselhetetlen dolgok történnek, gyakran megesik, Gyulán is voltak alaptalan vádaskodások. A kétségbeesés miatt bizony ebben az ügyben is hurcoltak meg ártatlanul embereket, és volt, akit hónapokra szájára vett a város. Mindenki gyanús volt, az is, aki túlsegítőkész volt, és az is, aki túlságosan elutasító. Magyarázat és felelős persze nem akadt. A pletykák egy része elült, néhányról pedig talán sose derül ki, hogy alaptalan volt-e, vagy nagyon is valóságos. Csontos Tibor szinte oda költözött a családhoz. Hétvégéket töltött Gyulán, és könyvet írt Niki eltűnéséről. Bár azt mondja, hogy mindent nem írhatott meg, mert nem volt elég bizonyítéka. Számára az a legfurcsább, hogy nincs szemtanú. Nem létezik, hogy egy kisvárosban délután 4 óra körül egy ABC, egy bölcsőd, egy gyógyszertár, egy sportcsarnok környékén, amikor izzik az élet, zsúfoltak a terek, az utcák, ugye akkor mennek haza az emberek munkából, akkor mennek bevásárolni, akkor hozzák a gyerekeket a közeli bölcsődéből, az iskolából, és senki nem lát semmit. Persze, ha belegondolunk, mi feltűnő van abban, hogy jön egy kis hátizsákos, szőke, gyönyörű kislány, oda megy hozzá valaki, megfogja a kezét, és tovább mennek. Az eszébe sem jutott senkinek, hogy a tettes nem Gyulai. Van, aki szerint a közeli ismerősök között kell keresni a gyilkost. Én úgy gondolom, hogy egy közeli ismerős volt a elkövető. Nem biztos, hogy azzal a szándékkal csalta el a kislányt, hogy meg akarta ölni. Kicsit játszani akart vele, kicsit szórakozni akart vele, de a kislány ellenkezett, és az illetőnek felment a pumpája, ideges lett, és ettől, hogy ugye a család a szoros kapcsolatban lehetett, ezért én véleményem szerint megfojtotta. A gyanú Niki egyik bátyjára is terelődött. Az volt állítólag furcsa, hogy a fiú túlságosan pontosan emlékszik az eltűnés napján mindenre. Még hazugságvizsgálóval is vallatták, de kiderült, hogy ártatlan. Annyira megviselték a gyanúsítgatások, hogy a mai napig nem beszél erről, pláne nem nyilvánosság előtt. A néptánc tanár, ahogy sokan mások, magát is felelősnek tartotta, amiért korábban elengedte aznap a gyerekeket. Ha úgy érzem, hogy a gyerekek már fáradtak, mert nekik más elfoglaltságuk is van, iskola, stb., akkor befejezzük akár 5 perccel, 10 perccel hamarabb, főleg a kisebb gyerekeknél, akiknél véges ez a munkabírás. Hibáztattam magam, magamat belülről, sokáig gondolkoztam ezen, de kívülről nem tapasztaltam semmit, se a szülők, vagy a kollégák részéről, inkább megértők voltak, és próbáltak levenni a felelősséget a vállamról. Niki ennél az ABC-nél a néptáncóra után találkozott a gyerekorvosával. Egy rövid ideig együtt mentek, aztán elváltak. Az asszony csak a rendőröknek mesélt erről, és velem is csak 4 szem közt találkozott. Kamera előtt nem volt hajlandó beszélni. A gyulai taxisokat azért vette szájára a város, mert a közeli határ miatt többen el tudták képzelni, hogy a taxisok segítettek a kislányt eltüntetni. Volt köztük olyan, akit meg is hurcoltak, de ő sem akart nyilvánosan szerepelni. Ez egy véletlenes sorozata volt, tehát Niki véletlenül indult el aznap hamarabb. Véletlenszerű volt szerintem az ő kiválasztása, mert hiszen Edith ment érte, az, hogy 10 perccel ő hamarabb indult el a művöldési házból, tehát hogy nem találkoztak össze, és itt annyi mindennek kellett volna összeni, nem gondolom, hogy ez egy kitervelt dolog volt, szerintem ez egy spontán, most már mondhatom, gyilkosság, mondhatom.
Az összes egybegyűjtött aktát átböngészve, minden lehetséges verzió valószínűségét kiszámítva és minden érintettel beszélve, talán kimondhatom, hogy úgy tűnik, Nikki egy pedofil szatír áldozata lett. Ez a verzió akkor lett a legvalószínűbb, amikor kiderült, hogy az internetről letölthető egy kép, amelyen egy Nikkihez kísértetésen hasonlító kislány látható egy felnőtt férfivel. Ez volt az a fotó, amelyet az interneten egy pedofil honlapon talált és másolt le valaki, és amelyen a kislány megszólalásig hasonlít Nikkire. Ez pedig az a kép az alvó Nikkiről, amellyel összehasonlították azt. És csak az olyan apró részletekből derül ki, mint például a fülíve és a redői, hogy a két kislány nem lehet azonos. Klára oda akart menni, ahol Nikit utoljára látták. Többször körbejárta az ABC-t, aztán egyszer csak beszélni kezdett. Egy 20-25 év körüli szökésbarna férfit látok. Látásból ismerhette a kislányt, és a kislány is őt. Úgy érzékelem, hogy több napon keresztül fogva tartották. Egy olyan földszintes házba, amely kívül esik a városon. András Nikki utolsó nyomon követhető útját akarta végigjárni, mert szerinte Nikit innen a művelődési háztól a néptáncóra után már követték. Az elkövetőit már várta a kislányt. Ez már erről egy kitervelt dolog volt, hogy megvárja, hogy kijön innen a művelődési házból, és innen már elcsalta arra a helyszínre, ahol elkövette a bűncselekményt. Bár Nikit két éve eltemették, láthatják, mégis jó néhány ember mindennapjait határozza meg most is az emléke, vagy a félelem, hogy ami vele történt, bármikor megismétlődhet. Arról, hogy a többi gyerek az iskolában hogy dolgozta fel a történteket, nem sokat tudni, és ugye megértik, nem is háborgattuk a gyerekeket. A tanárok minden esetre mindent megtettek azért, hogy a gyerekek ne féljenek annyira. Rengeteg munkát adtam és feladatot adtam nekik, és nekem is úgy volt a jó, ha dolgoztunk. Sokáig láttam a padban, hogy ott van közöttünk, és láttam a kis arcát, a szemét, csak magam előtt, és éppen nem jelentkezett, nem fordult oda a társához, és nem mondta azt, hogy Kati néni, ugye jó volt. Nagyon nehéz volt az egész. Átélni, ugye. Most már ott van a koporsóban, most már soha többé nem láthatom. Ezt nem akartam elfogadni. Tehát azokban kívül, akit nem ismerek, nem bízom meg senkiben. Félek, hogy velem is azt történik a mindenkivel. Félek attól az embertől, aki ezt történik velem. Gyakorlatilag a családtag voltam másfél éven keresztül, tehát ismerem a családtagjait, nekem nagyon sok olyan részletet elmeséltek, ami értelemszerűen nem kerülhetett bele a könyvbe. Nekem mondta el, és ez végül is nagy rábeszélés után benne van, nekem mesélte el Nikolett édesanyja, hogy ő bizony elcsent egy darab csontot kislányának a csontvázából, mert neki már csak annyi maradt belőle. Na most lehet, hogy ez másnak egy horrorisztikus mozzanat, de hát képzeljük magunkat a helyébe.
reggel elviszik a kislányunkat az iskolába is, onnantól kezdve készüljük. Most is könyvszökik a szemembe, mert bocsánat, erről nem lehet másként beszélni. Szünet. Szóval 5 év után is felzaklat, és hihetetlen. Hol hagytuk abba? A nagyszülők szentélyt építettek Niki emlékére, mert úgy érzik, Niki emlékezteti őket, hogy még sok dolguk van. Meg kell találniuk Niki gyilkosát. Ugye itt nőtt fel, itt tanult járni, itt jó érezte magát, rosszat nem hallott, sőt, azt lehet mondani, hogy nem tanítottok meg, hogy félni kell a rossz emberektől. Csak a jót, azt taníthattuk vele, hogy mindenki jó ember, de hát tévedtünk. Én nem zártam le magamba ezt a kérdést, máig foglalkozok az ügyel, bármilyen jelzést kapok bárkitől, mindjárt ellenőrzöm, vagy szólok annak a bizonyos hatóságnak, hogy nézzenek utána. Én úgy gondolom, hogy ez az ember köztünk él. Mindenkit nagyon foglalkoztat, tehát mindenkiben mélyen benne van, tehát most is ugyanúgy keresjük, hogy az már nem Nikit, hanem azt a valakit, aki bántotta. Tehát nem fogjuk addig abba hagyni, még meg nem találjuk. Igazából ez már sajnos Nikin nem segít, de nem akarjuk azt, hogy ez még egyszer megismétlődjön. Klárának csak nagyjából mondtuk el, hogy hol találták meg Nikit, de a fűzfa és a kereszt oda vezette. Arról azonban, ha hiszik, ha nem, semmit nem mondtuk neki, milyen körülmények között volt ott a holttest. Nem ezen a helyen történt a gyilkosság. Úgy érzékelem, hogy fóliába vagy nylon zsákba csavarta be a testet. És ettől a helyszíntől körülbelül 200 méterre dobta a vizes részbe. András a gyilkosság körülményeiről itt kezdett beszélni, eltántoríthatatlanul, kétségek nélkül. Miután eljöttek onnan a művelődési háztól, akkor itt az erdőszélén a kislányt már erőszakkal vitte be az erdőbe. A kislányt megerőszakolta, és utána megfojtotta. Ezt a helyszínt szerintem nagyon véletlenszerűleg választotta ki, onnan kijött az erdőből, valamilyen zsák vagy valamilyen berakhat, és itt elrejtette. Az elmúlt 5 évben Szatmári Nikolett ügyében nyomozott az Interpol, az Országos Rendőrfőkapitányság, rengeteg magánnyomozó és kocsinyi adatot, iratot, aktát felhalmozva, persze a Békés megyei rendőrség hiába. Nem is tudom, hány ezer oldalnyi dokumentum gyűlt össze használható, ahogy mondani szokták, nyomra vezető vallomások nélkül. De ez az az ügy, amit nem ad fel, vagy hagy félbe, aki egyszer belekezdett. Azért, hogy minden aktát átnézzünk a megyei kapitányságon Békés Csabán, több páncélszekrényből gyűjtöttük össze a dokumentumokat. Nem sokan. Összeszámolták majd összesen mennyi? Nem számoltuk, nem is állt szándékunkba, de hát ez van 1,5 méter az irat, tehát több ezer oldalt tesz ki. Újra könnyebb megmondani, nem? Igen. Óvatosan. Nincs. Na, csak betoljuk valahogy, és akkor még ég ott is. Ez a kék zsák, ez micsoda? Ez csak illusztráció. A kislánynak a holttest maradványait körülbelül egy ilyen zsákba találták meg. Vagy tehát ekkora kék zsák, és körülbelül ilyen színű is volt. Igen. És hát így nézhetett ki a csomag, amikor cipelte az elkövető. Tehát egy pont ugyanilyen kék zsákban volt, és ennek a maradványai voltak aztán a csontok körül, amik igen, nem volt rajta semmiféle felirat? Nem. Madzag? Be volt kötve a szája természetesen. A legszükségesebbek közül néhányat.
Nyugodott, nem mondom, hogy az egész a kocsit az a jó, az a piros feliratú. Ez? Vannak fényképek is, igen. Erről vannak képek. Mit lehet tudni arról az illetőről, aki tette? Hát nem tudjuk egyértelműen, hogy ki volt. Vannak bizonyos elképzeléseink. Most ezek nem is publikusak, mert konkrét adat nincs, ilyen, nincs arra a személyre, aki ezt elkövethette. Mi az, ami kizárható? Például az, hogy nő volt az illető, az kizárható? Az sem zárható ki egyértelműen, nem, nem. Hogy lehet az, hogy 5 év alatt nem gyűlt össze semmiféle olyan adat, nyom, bizonyíték, ami a tettes nyomára vezette volna önöket? Ennyire ügyes volt, vagy esetleg véletlen? Hát sem egyik nem igaz vélemény szerint se a másik, mert az elkövetőnek itt inkább szerencséje volt. De ezt a helyet el kellett neki valamilyen úton, módon érni, valamilyen útvonalon. Nem találkozott senkivel, vagy ha találkozott valakivel, az nem emlékszik rá. Egyrészt nem volt, tehát nem volt tökéletes az elkövetés, nem annak tudható be, hogy nem találtuk meg ez ideig az elkövetőt, viszont óriási volt a közvéleménynek az érdeklődése. Sokan akartak segíteni, sokan jó szándékkal közöltek információkat, és sajnos sok-sok félrevezető adat volt. Ilyen elképesztő mennyiségű akta után lehet-e valamennyire pontosan tudni, hogy mi történhetett ezzel a kislánnyal azután, hogy eltűnt? Be lehet határolni, hogy biztos, hogy megölték. A körülmények arra utalnak, hogy valamilyen szexuális indítékú bűncselekményt követtek el a sérelmére. Milyen körülmények utalnak erre? A holttestnek az elrejtése és a holttestnek az állapota. A ruházatból lehet erre következtetni, a megtalált ruházatból és annak az állapotába. Ez az ügy nem egy lezárható ügy, jól gondolom? Újra és újra elemezzük az ügyet. És főleg azokat az iratokat, amelyek akkor keletkeztek, mindjárt az eltűnés utáni adatgyűjtéskor. És mindezt egy olyan átértékeléssel, mintha már akkor tudott lett volna az, hogy mi történt a kislánnyal. Tehát új szempontok szerint új emberekre van bízva, akik nem voltak annyira benne az ügybe, hát ha találnak valami új szálat, amit ellenőrizni kell. És keresnek akkor új tanúkat is? Keresünk új tanúkat, és továbbra is várjuk a lakosság segítségét is. A Békés megye rendőrfőkapitány 3 millió forint díjat tűzött ki a nyomra vezető részére. Bár évente több ezer gyerek tűnik el, a legtöbb néhány nap vagy néhány hét után előkerül. Kevés olyan család van Magyarországon, ahol évekig gyötrődnek a szülők kétségek között, hogy egyáltalán él-e még a gyerekük. Talán alig van olyan család, ahol ehhez hasonló tragédia nem teszi tönkre azokat, akik jobb hián magukat hibáztatják a történtekért. Azt hiszem, beletörődni akkor sem lehet, ha az ember tudja, legalább az eszével tudja, hogy nincs már mit vagy kit keresnie. Csak hát vannak néhányan, akiknek a szíve addig nem tud nyugodni, ameddig nem látják a saját szemükkel a felelősöket, és akiknek az igazságérzete bízik abban, hogy ennyi idő után, ha más nem, legalább a felajánlott 3 millió forint segít. Ez volt a Nyom nélkül, viszontlátásra. A Big Brother